Még mindig kész az animációm, ami remélhetőleg ebben az évben a közösségen lehet tárni. Hello mindenki, itt Pécengő videóval, és most a csatornáról fogjuk összeszedni a 2018-as év folyamán történt dolgokat. Mint például, hogy tavaly ugye 69 feliratkozón volt, most 131. Szóval ebben az évben 17 videót töltöttem föl. Igaz, ezek nem nagyon hosszúak, de nagyon sokat dolgoztam velük, és nagyon sok minden történt közben, szóval ezt majd meg fogom indokolni a videó közben. Jó szórakozást! Nos, ugye az évben az első videó az animáció készítésnek az alapjairól szólt, tehát egy tutorial videó volt, amit igazából nem akartam nagyon elkészíteni, mivel hogy nem akartam tutorial videókat készíteni nektek, mivel én sem vagyok profi, egy néző kérte az, hogy csináljak egy tutorial videót, hogy hogyan kell az alapokat meg ilyeneket, és úgy voltam vele, hogy megcsinálom, szóval gondoltam, legyen egy magyar minőségi tutorial videó. Ez az én tutorial videóm volt, és nagyon sok embernek segített, nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Örülök, hogy megcsináltam. Szóval haladjunk is tovább. Utána egy kicsit erősítettem a skizóvonalat a csatornán, az Ellen és a valós énemnek a keveredését egy kicsit szétgoboztam. Hát az annyiban nyilvánulsz meg, hogy Ellen igazából a PC Teamnek a személyzatossága volt, míg volt egy külön valós énem is, amit egy kicsit szétbontva és megbékélve ezzel a két énnel jött létre ez a videó. De azok egy kis háttérinfót ezzel a videóval kapcsolatban, mivel hát a gépem, amin eddig dolgoztam, meghalt. Mondhatni így is, meghalt, még működik, tehát még lehet használni, csak nagyon belassult, meg minden baja lett. Kaptam egy kölcsönlaptopot, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök, nagyon sok használat vettem, és itt azt a videót úgy csináltam, hogy első nap elkezdtem csak úgy, és utána minden egyes nap ezt megcsináltam, minden egyes nap megcsináltam egy rész belőle. Igazából így történt, és mindig ott álltam kezdődött, hogy mi legyen a sztori. És tovább azzal tudotta, hogy nem volt jó gépem. Ugye azután lett egy 3D perem, amit szórakozgattam, gyakorolgattam, aztán megcsináltam ugye ezt a csontvázas videót, hát azóta is kéne hozzá filament, mert elhasználom az összeset. Ezután jött ugye a linómetszős videó, ami egy sulis feladat volt, de úgy gondoltam, hogy felveszem, mert PC Teammel kapcsolatban grafikáját rajzoltam rá, és szerintem tök jól nézett ki, és egy jobb fa videó lett belőle. Ezután ugye jött a kéz pók, átváltozik, ugye egy kéz átváltozik egy pókká, ez is egy sulis feladat volt, de én ezt ugye otthon digitálisan csináltam meg, ezért gondoltam felrakom a netre is, mert kb. Olyan, mint egy animációs, nekem nem tetszett, szóval sokat dolgoztam vele, és miért ne osztanám meg veletek is. És akkor ezután jött egy nagyon fontos mérföldkő a csatorna életébe. És meglett az új gépem, amiben nagyon sok ember segített, és nagyon köszönöm mindenkinek. Ezután már nem korlátozott a technikai adottság, így most már bármit el tudok készíteni, amit csak kitalálok. Már gameplayeket is tudtam készíteni. Erre több próbálkozást is láthattok. Ajánlom figyelmetekbe, mivel nem egy sima gameplay videók ezek. Nagyon sok munka van bennük, szóval nézzetek bele és adjatok nekik egy esélyt. Köszönöm! Nos, egy kicsit szeretnék beszélni a szlagolató táncról is, ahol egy iszonyat bunkó paraszt volt a táncoktatónk, ezt muszáj kihangsúlyoznom, mert egy iszonyat bunkó paraszt volt. Egy kicsit nagyon felnegesített, már elnézést kérek, de ezt muszáj kiadnom magamból. Azon kívül az iskolai tanárokkal sok teljes mértékben megelégedve, amilyen lebeszélek, és higgyetek el, ez nem az én hozzáállásom miatt van, hanem egyszerűen lenézőek a tanárok is, meg ez az egész iskolai és tanári és a tánctanár, aki volt, az ugyanaz iskolának a tagja, szóval azt megjegyezni illik, hogy az iskola választotta, és nagyon köszönjük nekik, hogy egy ilyen parasztot választotta. Nem hangsúlyozom tovább, szóval haladjunk, de ez muszáj volt. És attól függetlenül a tánctanár egy pénzmániás, és nem tud táncot oktatni.
Így még a táncunk is szar volt. Köszönjük! Na de hogy legyen valami jó is, köszönöm azoknak, akikkel együtt portyázhattunk az éjszakába. Ugye évvégére két videóval is készültem nektek, két animációs videóval. Méghozzá az egyik a Bosszúállóknak az Endgame nevezetű trailerének az első felét meganimáltam nektek teljes mértékben. Igaz, nem a legjobb, nem is a legszebb, de egy próbálkozásnak tökre megfelelt, hogy volt egy alapom hozzá, és egy alapra felhúztam egy animációt. Kíváncsi tudom, mit tudok elérni, szóval ezt így megcsináltam, és vártam a reakciókat, és szerintem jó lett. Azon kívül csináltam nektek egy karácsonyi epizódot is, kisebb animáció, ahol boldog karácsonyt kívánok. Ugye hisz már nagyon rég volt animációs videó, a tűzfigyelőn kívül nagyon nem tettem föl nagyobb animációkat, és kíváncsi voltam arra, hogy nyitottok egy újabb stílusú, egy felújította verzióihoz most már, hogy tudok animálni ahhoz képest, ami akkor volt. Nos, azt hiszem eljutottunk az év végére, gyorsan ledarálva egy kicsit az évet, nyugodtan nézzetek vissza a régi videókat, mert attól függetlenül vannak olyanok, amikről nem is beszéltem, és biztos vannak olyanok, amiket ti se láttatok, szóval nézzétek vissza nyugodtan is, szórakozzatok vele, amennyit akartok. Szóval, akkor jöjjön a szokásos évvégi ünneplés, a tűzijáték. 2019-ben segítette ebbe az évbe. Nagyon szépen köszönöm. 2019-ben találkozunk még, szóval addig is az új videókat. PCL-en voltam, sziasztok! És köszönöm, hogy nézitek a videóimat. Bujék!